2000-ben kezdtem el a néptánccal foglalkozni, méghozzá még Zselízen a Kincső Ifjúsági Néptánc Együttesben. Nagyon sok barátom járt már akkor oda, már 5 éves volt az együttes, és akkor hívtak engem is, hogy jó buli, jó a tánc, gyere, sokat utazunk. Tehát ilyen klasszikus történet, ahogy ez kezdődik általában a fiataloknál. Akkor oda becsatlakoztam, ott voltam majdnem 10 évet, még úgy, hogy Pozsonyból még visszajártam, és amikor jött az első nagy váltás, az 2006-ban volt, amikor felkerültem a pozsonyi Duna utcai gimnáziumba, és kvázi mi voltunk az első olyan csapat, olyan csoport, amelyik a Ifjú Szívek Táncínház mellett ilyen amatőr csapatként elkezdett mozgolódni, azzal a céllal is, hogy majd egy idő után utánpótlásként is szolgáljuk. Hát odáig fajult ez, hogy most már 9 éve vagyok az Ifjú Szívek Táncínháznál, most már az 5. éve vagyok tánckarvezető is, tehát táncos tánckarvezető, és tehát teljesen kitölti az életemet, mondhatom. Attól függetlenül, hogy minden nap ugye dolgozunk Pozsonyban a táncínházzal, emellett minden hétvégén a feleségemmel valahova járunk táncot tanítani, koreografálni, egy minden, ami ebbe a szakmába beletartozik, és még vezetjük emellett a Szívek mellett működő amatőr együttest, a Pozsony Tánc Együttest, úgyhogy mondhatom, hogy odáig fajult, hogy ez lett az életem teljes mértékig. A feleségemmel a néptáncnak köszönhetően ismerkedtem meg 2008-ban. Én már akkor a felnőtt tánckar, tehát a hivatásos tánckarban voltam táncos, és ő is jött Pozsonyba, gimnáziumba tanulni, így csatlakozott az amatőr együtteshez, és akkor összekacsintottunk, elhívtam egy randira, és azóta most már 2 éve házasok vagyunk, azóta kolléganőm lett. Én azt mondom, hogy aki ebben a szakmában vagy ebbe az egész vérkeringésbe belekerül, az pontosan jól tudja, hogy az a partner is fontos, hogy valahogy része legyen ennek a dolognak, hogy ez együttműködjön. Nem biztos, hogy mindenki megérti ezt, amit mi csinálunk. Tehát az utazásokat, a mindennapos próbák, a erre eltöltött időt, tehát hogy nyugodt szívvel kijelenthetem, hogyha nem egy olyan feleségem lenne, aki benne van a szakmában, akkor nem biztos, hogy lenne feleségem. Hát most így hirtelen nem is tudom, hogy hány műsorunk volt, vagyis hogy hány műsor volt, amiben én is szerepeltem, de azt kell mondjam, hogy most ez a legutóbb elkészült Fine Tuning, a finom hangolás nálam a best of. Azt kell mondjam, ez már nem egy autentikus folklor műsor, tehát ez már teljes mértékig egy tánciház, viszont hagyományos néptáncon alapuló mozdulatokból épül fel az egész. Hát nem tudok hozzá sok mindent így elmondani, meg kell nézni, tehát látni kell azt a műsort. Egy teljesen más dimenzióba helyezi ezt a mi kultúránkot, és egy olyan mondani valója van, ami szerintem nagyon sok ember megfog, és egy kicsit el is gondolkodtat. És ez egy fontos dolog, hogy el is gondolkodtat azon, hogy hát igen, egy mozdulattal is el lehet mondani olyan dolgokat, amit az ember, tehát bármilyen dolgot el lehet mondani mozdulattal, és erre hála Istennek a főnököm Hégli Dusan fantasztikusan rá tud tapintani, tehát hogy nálam ez, tehát ennyi. Hát azért is egy kiemelkedő műsor ez számomra, mert ezzel a műsorral voltunk idén egy hónapot a Avignoni Színházfesztiválon, az OFF programban. 21-szer mutattuk be, és hát abszolút siker. Tehát azt kell mondjam, hogy rengeteg, amellett a rengeteg néző, rengeteg újságíró, szakmabeli, színházigazgató, tehát nagyon sok ember látta, aki a szakmában mozog, és hála jó Istennek, nem tudom azt mondani, hogy volt-e egy olyan is, aki azt mondta volna, hogy hát ez nem jó, hogy ez neki nem tetszett. Tehát mindenki megtalálta benne a maga kis mondani valóját, a maga kis szépségét, és hát azt kell mondjam, hogy számomra ez a pályafutásom eddigi csúcsa, de abban nagyon bízok, hogy ez azért nem a vég, hanem a kezdet. Tehát, hogy most akkor ez elkezdődött, ez szerintem nagyon jó irány, nagyon jó vonal, élvezzük, mint társulat is a munkát, ehhez a kihívást, tehát ehhez azért nagyon sok dolog körülött a mi részünkről is az elmúlt 2-3 évben, hogy odáig eljussunk, ezt a műsort egyáltalán
meg tudjuk csinálni, vagy olyanra tudjuk hozni, hogy a műszeti vezető azt mondja, hogy na jó, akkor én ezt kiengedem, vagy most már ezzel kezdek egyáltalán dolgozni. Nagyon-nagyon élveztük, nagyon-nagyon szeretem, és remélem, hogy ahogy mondtam előbb, ez a kezdet, és most már csak megyünk fölfelé.